Sziasztok! Louis Palmer vagyok, és itt a pillangóval megérkeztem már a Magyarországon, Veszprémben vagyok, jobban mondva. És nagyon örülök, hogy itt lelandoltuk a Maxonnál. Maxon az a mi szponzorunk, Svájcból, nagy svájci cég, és nagyon örülök, hogy itt van nálam a Szalai Attila, te vagy a igazgató a magyarországi Maxonnak. És én látom itt, hogy nektek ez a ti gyáratok itt Veszprémben, nagyon érdekes az egész, és ami nekem pont feltűnő, hogy az a természetvédelem, úgy látszik, ez egy fontos dolog nektek, ugye? Ez így van, a Maxon nem most kezdett el környezetvédelemmel és energiahatékonysággal foglalkozni, hanem ugye látszik, hogy van két nagy épület, ez több fázisban épült, és 2006-ban, amikor ezt a részt megterveztük, már akkor abból indultunk ki, hogy minél kedvezőbben tudjuk ezt megoldani, minél kevésbé terheljük a környezetet, ezért több kutat kellett furatni, és hőszivattyús, vizes hőszivattyú rendszerrel tudunk hűteni és fűteni, valamint ennek az évnek a projektje egy jelentős napelempark, aminek az első 400 kilowattpíkes része az már elkészült, de ez még folytatódik, az alapanyag az már megérkezett hozzá ennek az épületnek a tetejére, itt a hídra és ennek az irodablokknak a tetejére is további napelemet szerelünk. Ezzel gyakorlatilag energiát takarítunk, meg kevésbé terheljük a környezetet, és a hálózatot is kevésbé fogjuk terhelni, hiszen saját magunk által előállított energiát helyben használunk fel. Ja, azt látom, nagyon szép, de biztos más dolgot is csináltok, ugye? Más dolog is fontos nálatok, ugye? Hát fontos, ugye a Maxonnak a termékei azok úgynevezett precíziós, egyenáramú villamosmotorok, amiknek az egyik leglényegesebb része az, hogy energiahatékonyak. Tehát kisebb energiával tudnak működni, mint a hagyományos villamosmotorok, és vannak kifejezetten olyan termékek, amik ebbe az irányba mennek. Az e-mobilitás a cégen belül az egy külön divízió, és ennek az e-mobilitásnak az egyik népszerű eleme például az e-bike, tehát az elektromos bicikli, aminél szintén ugyanaz a lényeg, hogy nagy hatásfokú motorokat használunk fel, de teljes rendszert ad hozzá Maxon, akkumulátorokat is, vagy akár ha valaki nem komplett biciklit akar venni, mert a szívéhez nőtt a biciklije, akkor meg tudja venni csak a motort az akkumulátorokkal, és saját maga össze tudja szerelni. Csodás, tudom, ismerem azt, hogy ti nem messze vagytok mitőlünk, én Lucernben vagyok, ti Saxonban vagytok, ez egy 30 kilométerre vagyunk egymástól, ott a Svájcban. Nagyon szép, amit ti csináltok, nagyon sok sikert kívánok tovább is, hogy sikerülj nektek így tovább csinálni dolgokat, természetet védelni, és mégis munkát idehozni Veszprémbe. Hányan dolgoznak itt nálatok? Hát jelen pillanatban 530-an vagyunk, és azt kell mondjam, hogy a létszámunk az alapvetően stabil, hosszú évek óta folyamatos növekedésben van a cég, ugye ez mutatja azt is, hogy termékekre van szükség. Én azt gondolom, hogy ez a, mondhatjuk azt, hogy svájci-magyar együttműködés, ez kifejezetten jól működik, és nem csak technológiát vagy alapanyagot veszünk Svájcból, hanem ötleteket is. Azt gondolom, hogy egyik legjobb ötlet, amit szintén Svájcból tudtunk elhozni, és a környezetvédelemhez kapcsolódik, ez az energiaközösségeknek az ötlete, aminek az a lényege, hogy ha mi itt ezzel a napelemparkkal több energiát termelünk, mint amennyit éppen el tudunk használni, akkor a szomszédainknak ebből lehetne átadni. Ez ügyben volt magyar kormányzattal is már egyeztetés, ezt az ötletet ezt megvizsgálták, és alapvetően zöld lámpát kapott. Természetesen több jogszabályt kell módosítani ehhez, több szabályozót kell módosítani, tehát nem két perc lesz, de azt gondolom, hogy belátható közelségbe került, és ezzel az országnak is jót teszünk, és a környezetünknek is jót teszünk. Tovább így. Köszönöm szépen, Attila, a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget, és nagyon jó utat kívánok nektek. Köszönöm szépen, nektek is minden jót. Köszönöm, Attila. Szervusz.